Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, mai adásban pedig Trabanttal fogunk száguldozni. Mai beszélgető társam Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője, akivel útjairól és erről az 1100 is retro csodáról nosztalgiázunk. Még mielőtt elkezdjük, két megjegyzésem lenne. Az első, hogy az interjút még 2019-ben vettük fel. A második pedig, hogy pár helyen személyes kiegészítést fogok tenni, ami nem az interjú része, de úgy gondoltam, hogy fontos adalék lehet. Nem maradt más hátra, mint bepöffenteni a Trabantot és útnak indul. köszönöm szépen a meghívásokat, és hát hihetetlen megtisztelő, hogy nagy Bendegúz Lórán barátom után meginterjúvolsz engem is, hogy ilyen finoman fogalmazzak. Ne viccelj, milyen a megtiszteltetés. És azt akkor hadd mondjam már itt el, hogy a Bendegúzzal készült interjút Afrikában szívás utazni címmel találjátok. Na de térjünk is rá a mai témánkra, a Trabantra, és hogy miért pont erre az autóra esett a választás az összes retro csoda közül. Sem a Warburgnak, sem a, a, a szocialista letűnt járműveknek nincs olyan mértékű feelingje, mint a Trabantnak. Tehát a Trabant az a retro korszakokban is egy külön fogalom volt. A mai világban a Trabant az meg egy ilyen csodabogár. A Volkswagen bogár is csodabogár, de az Nyugat-Európában is ismert csodabogár. Viszont a Trabant <hül> nem ismert csodabogár. Elképesztő az, amikor ö, végigmegyek egy nyugat-európai kisváros utcáin, és akkor nézik az emberek. Amikor beérek egy római körgyűrűre, és a belsősában nyugati autókkal, modern autókkal lelassítanak mellettem a fiatalok azért, hogy tudják fotózni a 80-nal kocogó Trabantot, az azért nem csak egy magasztos érzés, hanem az egy nagyon jó reklámfelület, egy nagyon jó figyelemfelkeltés. Figyelemfelkeltés arra, ami a mottotok is, hogy, hogyan ne a fogyasztói társadalmat erősítsük, hanem azt használjuk, ami már megvan? Helyek közel jó megfogalmazás. Én körbenfontabban szoktam fogalmazni, én azt mondom, hogy nem kell a 15 milliós jármű, nem kell a két tonnás szerkezet, nem kell a 20 literes fogyasztás. Természetesen senkitől nem venném el a vagyontárgyát, de egy 300 eurós, 90 ezer forintos Trabanttal, ami gyakorlatilag műanyag hulladékból, meg, meg apró alkatrészekből, minimális környezeti általommal elkészült. 30 évvel ezelőtt, én ugyanúgy fölmegyek az északi sarkörre téli időben. Ugyanúgy teljesítettem a Budapest Bakó három alkalommal. Ezen kívül még ötször voltam Afrikában, Trabantban, kétszer a kaukázosban, és hát végtelennek nem végtelen a lista, de az elmúlt 21 néhány esztendőben amiből csak az utolsó öt trabantos, több mint 200 utazás. Hmm. És hogyha minden igaz, ezek a legeslegutolsó szériából a négy ütemű trabantok. Van. tehát mindennek ellent mondanék akkor a természetvédelemmel, hogyha a motortérben olajat égetnék. Az én az 1990-es kiadású négyütemű kombik ráadásul, és ezeket is próbálom olyan olajadalék anyagokkal még kevésbé környezetvédőbbé, vagy még jobban környezetvédőbbé tenni, mint egyébként a zéró kategóriás eurónak megfelelő motorokat. Tehát kétütemű motorral közlekedni az a kékes füste és az a maradandó mintával, már semmiképpen nem közlekednék. Tehát önmagamnak mondanék ellent akkor, hogyha én két ütemű trabival közlekednék. Uh -huh, uh -huh, ez tök jó. Na és várj, hol vannak ezek a trabantok most? Úgyhogy az idő elropogtatta őket, de nem mondanék igazat. Uh -huh. A Jolánka nevű trabantom az dél-francia, bocsánat, nem dél, hanem a francia, svájci, német határon van kiállítva egy autókereskedésben. Kettes számú Trabantocskám, a Gólem elnevezésű, Bamako-ban, Mali fővárosában szintúgy egy autókereskedésnek a dísz eleme. A sárga színű vendim, amikről még konkrétan tudom, hogy hova került, ő Bukarest városában díszíti mm -hmm. egy, egy autókereskedésnek a Tehát Természetesen mindegyik furra matricázva, az összes addig megtett útjával együtt. És hogy kerültek pont oda? Valami technikai malőr volt útközben, és pontot megadták magukat? Nem. Akkor, amikor én valamelyik ilyen kimulófélben lévő harci elefántomat meghirdetem a közösségi oldalakon, akkor mindig olyan emberek jelentkeznek, akik már nem akarják használni, viszont szeretnék megőrizni az utókornak, hogy miket tett ez a Trabant. Tehát inkább reklámcélokra használják fel hosszú távon, mint hogy azt mondják, hogy bontóban nagy mokkás kockát csináljanak belőle. Ezek szerint akkor a Trabantok sem örök életűek, és nem lehet őket a végtelenségig javítgatni? Nem erre voltak tervezve a Trabantok. Tehát nem arra voltak tervezve a Trabantok, mai napig magamon kívül nem ismerek olyan eszetlent, aki napi használatos autónak tekinti még ebben a 2019-es esztendőben a Trabantot. Tehát vannak Trabantozók, vannak, akik fölvállalnak bizonyos utakat, hogy egy jó felkészített Trabanttal egy oda-vissza utat, vagy esetleg egy oda teljesítsenek. De olyan eszement, mint én vagyok, hogy egy napi használatban, pont egy riporter, kérdezte egy hosszabb interjú után, azt hiszem Angliából, hogy is mi a napi használatos autója. Mondom, ember, én élem az életet, élem az álmaimat, tehát nekem a napi használatos autóm az a Trabant. Nem hmm. más. Nem tartok mellette terepjárót, nem tartok mellette hibrid autót, nem tartok mellette elektronikával túlzsúfolt autót. Ha szerelni kell, hogyha emiatt elkések egy előadások elő szokott velem fordulni, vagy hogyha út közben, azt, azt fel kellett, hogy vállaljam. Uh -huh. És egyébként kérdésedre konkrétan válaszolva, de lehetne még őket pofozgatni, lehetne még rajtuk lehet lehetne még rajtuk újraépíteni. Csak van egy olyan uh, elkölcsi anyagi határ, hogyha már valamit nagyon megkínosztál és a szívedhez nőtt és tudod, hogy milyen megpróbáltatások várnának rá, hogyha tovább űznéd, ütnéd, vágnád és hajtanád, és már nem akarod. Már nem akarod. Tehát valamit ki lehet hozni belőle. Ez olyan, mint a 70 éves nagypapádat képzeld el. Hogy a 70 éves nagypapád, hogyha nagyon muszáj neki, elszalad az utca végéig. De hogyha átüldözöd a szomszéd faluba, azt nem éri túl. Azt nem. Azt nem. És gondol, akkor ugye te pofozgatod őket, te hozod rendbe, amikor hozzád kerül. Ez a te, ez egyes szám. Én meg azt mondom, hogy a Trabant Expedíció soha nem szólt az egyes számról, hogy hmm. soha nem rólam szólt meg a saját egomról. Igen, én vagyok úgymond az, az Alfahim, aki mindig magához karol valakiket, hogy segítsetek, és együtt toljuk a Trabantot. Együtt hmm. kell tolni a Trabantot, együtt kell szervizelni. Van hozzá gárdám baráti társágon, fizetett emberek, akik ebben profik, jól csinálják, megfelelő szerszámkészlettel, megfelelő garázsjal, megfelelő háttérbázissal bírnak. És szerencsésen vannak támogatóim is, akik autóalkatrészkereskedőként kereskedőként nem olyan keményen vámolnak meg, gumikereskedőként nem olyan keményen vádolnak meg, vagy vámolnak meg. És akkor ezeket bizony, sajnos nekem is tisztában kell lennem az első csavartól az utolsóig, tehát nem elég egy kerékcserét tudni lebonyolítani, hanem hogyha arról van szó, hogy egy hengerfejtömítés cserét is meg kell tudni csinálni, egy vezérléscserét épp úgy meg kell tudni csinálni a trabantokon és ehhez a szerszámkészlet, a pótalkatrészkészlet benne is van a trabantokba. Minden? Bármi történik, akkor kell, hogy legyen neked alkatrészed? Hát, hogyha a te gondolatmeneted megállna a helyét, akkor átírhatnánk mörfi törvényét. Igen. De sajnos mörfi törvény még mindig él. Tehát vihetek én a generátortól kezdve a kapurátoron keresztül az összes tömét és az minden csapágyazást, az összes fékcsövet, fékbetétet. Én sorolhatnám a végtelenségig, hogy milyen alkatrészeket úgyse azt fog Aha. Tehát, hogy ha, ha végzetesen minden nálam van, akkor bele fogom törni a kulcsot az zárba. <laughs> ja, értem. Na és akkor ilyenkor ami történik? Improvizáció. Improvizáció? Van. Így van, így van, így van. Minden esetben. Képzeljétek el, középiskolában az egyik jó barátomnak volt egy trabantja, és ő minden hétvégén szétszedte, majd össze is rakta. És valahogy mindig úgy alakult a dolog, hogy, hogy mindig megmaradt neki egy maréknyi alkatrész, amiről soha nem tudta, hogy, hova is kellett volna neki vissza szerelnie? És ő mondta mindig, hogy a Trabant az egy fajék egyszerű szerkezet, kb. olyan, mint egy Lego, hogy bármit bárhova bele lehet építeni. Legónak Lego valóban az volt, hogy egy kalapácsra csavar húzó, vagy 17-13-as majd minden része szerelhető. Itt azért, hogyha egy trabantnak nincsen csak mondjuk 110 féle rezgése, meg zöreje, meg hangja, akkor én még teljesen nyugodt vagyok, mert ezt a 110-et ismerem. Akkor kezdek el aggódni, amikor a 111. lép életbe, és akkor elkezdhetek gondolkozni, hogy mi az, ami változott. Hát volt például Kaukázusban, vagy konkrétan ezek a tehát Nem volt egyszerű, hogy megcsináljuk, mert ezért kellett hozzá 136 km út nélkül, de csak meg tudtuk csinálni, hogy a hátsó elhagyjuk. És onnantól kezdve, valamilyen lapos síküveg terméknek a simogatása nem segített volna az, hogy a tra trabant tovább tudjon menni. Tehát effektíve oda az kellett, hogy egy teherautóból, ami velünk szembe jött, kikonyaráljunk egy akkora átmérő csavart, amivel átmenő csavarként az egész trabantot átcsavaroztuk, alá felfogadtuk a hozzátartozó kerék felfüggesztést a rajta lógó kerékkel, és nem fogod elhinni, hogy ez még 4000 km-t hazajöttem vele. Hát akkor a lappal. Meg hát a Trabant előtt is, hogy, hogy az ilyenekre, akkor tényleg alkalmas. Így van, így van. Nem azt mondom, hogy nem ettem meg a gumit a rossz kerék összetartás miatt, meg ilyen apróság miatt, de viszont nem hagyott olyan szinten cserbe, hogy ne, ne tudják vele hazajönni. Nem akarok itt a, a hangműhelyedben hangosan kopogni, lekopogom valami fadalból, más nem a fejemen, hogy, hogy ez idáig még, még minden egyes alkalommal haza is hozott a Trabi. Tehát, hogyha mi nem akartuk ott hagyni, hanem haza akartunk vele jönni, akkor azért még haza hozott. Uh -huh. Mennyire kell átalakítani mondjuk egy ilyen széria Trabantot ahhoz, hogy mondjuk ennyi idős korában elmerjetek indulni egy ilyen útra? Ez mindig specifikus. Teljesen más útra építek Trabantot akkor, amikor a Kaukázusba indulok. Uh -huh. A hegyeks, völgyes, nagykavicsos, esetleg frissen útépítéssel ellátott, de még aszfaltal el nem burkolt útvonalakra, a sárba, a patak mint hogyha Afrika homokjába építeném. Hát, egyszerű technikai példa: nem viszek ciklonszűrőt a por ellen, akkor, ha a kaukázus havába megyek fölfelé. De viszek ciklonszűrőt akkor, amikor azt a finom port kell kiszűrnem a levegőszűrőm elől, ami még a trabantorán a festéket is megbontja. Na és a társakat, hogy kivel indulsz neki egy ilyen útnak, azt hogyan választott ki? Az általában alapkritérium szokott lenni mindegyes túra megválasztásakor, hogy olyan emberrel ne üljél össze egy ekkora dobozba akivel két napig nem bírod ki, mert a Budapest Malkó például több mint két és fél hét. Tehát kell egy előválogatás, kell egy közös rövid túra, egy összeülés, hogy egyáltalán milyen rezgéssel működünk a másik irányába. Hol van a tolerancia szintünk, hol ér véget a toleranciánk, mi az, ami a másikat idegesíti, mi az, amit egyszerűen nem tudunk elviselni benne. És akkor utána induljunk el bármilyen célirányba. Az meg, hogy az idegen légjósai a Trabant expedíciónak, hát ez mindig én hirdetek, és nagyon szívesen hirdetek, és fogadok főleg fiatalabbakat. Uh -huh. És milyen a, mik a kritériumok? Nem tudom, most valaki éppen hallgat minket, és megjön a kedve hozzá, akkor kell, hogy tudjon szerelni, vagy értsen a navigációhoz, vagy elég az, hogy el tudjátok képzelni, hogy két hét alatt nem mentek egymás agyára, és nem ölítek meg egymást. Az utolsó ver variáció igaz, mert az összes többi folyamat az tanítható. Tehát, hogyha nem vagy képben mondjuk a digitális navigáció volt, vagy a térkép használata, vagy egy egyszerű iránytű kezelésével, az megtanulható, megtanítható, hogyha van hozzá fogékonyságod. Hogyha valakinek segítenie kell, egy segítő kész kell egy szereléshez. Nekem az alapinformációk a rendelkezéseimre állnak, és ha két, két kész kevés és négy kész kell hozzá, az már bőven elég egy autószerelésben. Ha viszont te azt mondod, hogy nem érsz hozzá a piszkos mocskos Trabant alkatrészhez, nem vagy alá, hajlandó alá fetrengeni az én Trabantomnak, akkor ott már nem képességbeli hiányosságok vannak, hanem hozzáállás kérdése. Tehát az ilyesmi sokkal több jobban megválasztja a túratársat, mint az, hogy milyen fizikális képességekkel, meg tudásbeli képességekkel rendelkezik. Akkor tényleg akár jelentkezhet, akár most, aki hallgatja ő is, üm, nyugodtan jelentkezhet bármelyik túrátokra? Természetesen senkit nem zárunk uh -huh. ilyen esély egy esélyegyelőségi dologból. Itt pusztán az a kritérium, hogyha ő mondjuk el akarna velem jönni a Budapest-ba-makó távolságra, akkor azt mondom, hogy jó, de először csinálunk egy Budapest-makó távolságot. És hogyha a budapest ig már kiutáljuk egymást, akkor nincs értelme összeülnünk egy Budapest-ba-makóra. Tehát logikusan akkor csinálunk egy néhány napos vagy egy egyhetes túrát. Milliónyi olyan navigátorom, segédpilótám volt már, akivel egyszerűen egy előadás során, vagy egy fesztiválon, vagy egy autó bemutatón, vagy egy könyv bemutatón ismerkedtem meg, és rám jött az interneten, hogy te, nekem ez tetszett, és kipróbálnám, és fogadom szívesen. én jobban próbálom tágítani a kört, hiszen akarunk mondani a Trabanttal valamit hogy, hogy továbbra sem muszáj a két tonnás jármű, meg a literes fogyasztás. És próbálunk azt is megmutatni a világnak, hogy az a trabantozás az nem egy öncélú benzinégetés. Tehát amikor én túrázni megyek, mindig keresek valami nemes célt, ez az időzőjeles nemes cél. Az interjú alatt kevésbé esett szó ezekről a nemes célokról, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen fontos megemlítenem őket. Hát ilyenek például, hogy túrautakat tisztítanak és festenek, vagy madaraknak, műfészket uh, raknak. Vagy hát a társaságoknak rendszeresen van személygyűjtési akciójuk, amikor egy-egy erdőben, vagy természetvédelmi területen, vagy útszéleken gyűjtik össze az eldobált szemeteket. De nem menjünk messze, mert a jelen helyzetben pedig teljesen önkéntesen és ingyenesen segítenek idős embereknek ebédházhoz szállításban, bevásárlással, vagy a gyógyszerük kiváltásával. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon becsülendő feladat, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik és az egész társaságuknak ezt a fajta segítséget. Na de, kanyarodjunk vissza az utazásunkhoz és a Trabanthoz. Hát valamelyik interjútban azt említetted, hogy ha elhagyod a kelet-európai régiót, akkor a Trabant mint olyan teljesen ismeretlenné válik. Nem tudják, hogy mi az a Trabant. Tehát itt ez már megint az a határvidék, az a peremvidék, mint a, mint a csillagok háborújában, hogyha a galaxison túlra a dolgokat, mert Törökországon túl nem jutott a Trabant. Tehát hiába a kommunista termék, a poszt országokba, tehát így ez a Grúzia, Örményország, Karabak, és az azt után, vagy azután következő keleti régióba nincs Trabant. Még Épp úgy, mint a... se. fogalom szintjén se. Gyakorlatilag fogalmazunk úgy jó vidégesen, hogy fogalmuk nincs róla, hogy mi ez. Épp úgy, mint a nyugat-európai országban. Tehát a kelet-német régió a Trabantom 30 éves. Akkor gyártották utoljára. Tehát a most érett, felnőtt fejjel gondolkodó fiatalság, a 30 évesek, azok már nem nagyon találkoztak vele. Pedig a Trabant az nem csak egy autó, hanem az egy retro szimbólum, nem? Pont ez benne az a, az, az unikum, az a, uh -huh. az, a, az a megkapó dolog, ami miatt megnézik, amit én kihasználok. Tehát mondok egy egyszerű esetet, Szardénia-szigete, közúti elnőzés, egy szátraban, nyitott tetővel, piros-feketével, lemajszolva, milliónyi matricával, a csendőrség, nem a rendőrség, hanem a keményebb bácsat, a csendőrség megállít, igazoltatnak, szálljon ki. Mit tettem vajon? szól az egyik a másiknak, hozd a puskámat. Úristen, mi lesz itt? Álljon odébb, és fotózzál le. <laughs> Tehát ilyen, ilyen, szinten vannak a maga valóságában. Tehát annyi mindent megélek az utazási során, hogy semmit nem kitaláljak. Ez az, amit elmesélek nektek, neked vagy nektek, ez mind, mind a kőkemény valóság. És mi a helyzet Nyugat-Európában? Ott az embereknek azért van valami elképzelése? E, nyugat nyugat országtól kezdődően senki és semmi. Tehát ha azt mondom neked, hogy kőkeményen valatóra foglak, hogy milyen jártas vagy autótechnikában, mit mond neked a Carman Gia név? Semmit. Miért nem mond semmit? Nekem semmit. Hát, hogy, hogy nem? Akkor miért beszélsz nekem Trabantról? Miért nem mond a Carman Gia semmit? Az egy hihetetlen híres sportkocsija volt, egy kupéja volt, a Volkswagen Bogár egyik változata. Kill Bill című film, Tarantino filmje. Szerepel hmm. benne egy Carman Gian Cabrio de valóban az a statisztikám, legalábbis személy szerint, hogy én aki hajdanában Volkswagen transporter eztem, és ebben a Carmangiában is egy léghűtéses boxer motor van, tehát ugyanaz a tesó, ugyanannak a családnak a tagja, tehát Volkswagen bogár, Volkswagen transporter, Kübelwagen, Kübelwagen már csak mond valamit, még az sem, lelkesen csóvalad a fejed. Na, és akkor, ha már... A már kicsit félve csóválom most már. Így van, és akkor azt mondom, hogy Kübelvágen ez volt a német haderőnek az a nem civil katonai változat, amely még mindig a Volkswagen Bogárnak a motorjával működött, és erre volt még a betetőzés a Kármán -Gia. Tehát százalékos arányban, hogyha azt mondom neked, hogy a Kübelvágent ismerik az ezerből tizen, akkor Magyarországon az ezerből egy az, aki ismeri magát a Kármán t A Trabantról ugyanehez a helyzet, hogyha elhagyjuk a, jó Nagyon jó a jól meglát, nagyon jól mm -hmm. meglátásod, így van. Tehát unikumnak számít autósporttal foglalkozó embernek, autotechnikával, aki, aki, tudja, hogy miről van szó, főleg a fiatalabbak között, hogy úristen, ez, mű, ő, ő, már, ő, már, így fogja fel, úristen, ez egy trabant, itt, itt, egy trabant. 2016 telén én játszottam egy játékot, hogy fotózz le a trabantot és töltsd föl egy hollapra, és akkor egy nyereményjátékban nyertese lehetsz valamiféle csomagnak. Nem akarom reklámozni a céget, nagyon jó játék volt, parkoltam például az eiffel vagy mellett. Hát leszállt 52 darab vágott szemű koreai vagy japán turista a buszról, és az Eiffel hát az én Trabantomat fotózta. Mm -hmm. Mindaddig, ameddig a közlekedés nem hogy azt mondta, hogy, hogy ezt a valamit, amit idehoztak, mikor jön vissza az, ami ezt idehozta. Mondtam, hogy nem, ez kartonpapírból van, ezt Metro hozta, majd összecsomagolom, és elviszem. Persze ő is hülyére vett, mint ahogy én hülyére vettem, de egy volt a lényeg benne, hogy tehát annyira irítáltam már az, hogy a francia önbecsülős és meg önajnározást, hogy ezek a turisták azért jöttek ide, hogy az Eiffel fotózzák, és nem a te hülye Trabantot, akivel itt parkolsz. Hmm. Hát én a közel 200 utat közül kiválasztottam kettőt, hogy szerintem beszéljünk egy kicsit azokról, hogy olyat milyen érdekességek történtek. Hát az egyik a, az északi fényt, amikor elmentetek megnézni föl az érszaki sarkörön a másik pedig természetesen a Bamako alli. Úgyhogy szerintem kezdjük az elsővel az északi sarköri túrátokkal. De milyen érdekességek vannak? Hát vannak érdekességek. Most ha visszanosztalgiáznék, akkor nevezzük nevén az embereket, a Ráadás Zsolt ez egy zalagerszegi kamionos fiatalemberrel vágtunk neki annak az SMM túrának. A Trabantot úgy képzeljétek el így vizuálisan, hogy egy szimpla szürke kisegér. Még akkor nem volt se ablakfóliázásunk, se különösebb matricázásunk, viszont egy közel 40 éves változatú tetősátrunk, egy Volkswagen Transporter T2-ről az volt. Ez az igazi, régi, ódon, ótvarbeütésű, narancsárga csíkos, kutyaószerű valami, amit föl lehetett telepíteni a Trabant tetejére. Itt az első éjszakánk az úgy kezdődött, hogy baden bádenig verettük le az autópályán a németek között, mivel hogy decemberről beszélek, ott meg sóznak, jól összesároztuk, jól összemocskoltuk a Trabit. Zsolt barátom fönn aludt a tetőn a sátorban, egy ilyen autópálya parkoló egyik öblébe, jó magam pedig lent a trabiba. Zsolt is teljesen tisztában azzal, hogy az egyik legjobban védett éjszakázó helyek azok a kamion parkolók. Általában másnap reggel vele szembe kávézóhely, ilyen, ilyen alapvető higiéniás körülmények, arcmosás, a mindenre tökéletes dolgok, dolgok, És ezt mi is ki is használtuk. Egy már kicsit hidegebben azért valahol a skandináv ö, környéken ö, kavélálhattunk, vagy talán Észak-Franciaországban, és a tetősátorra már akkor egy régi piacos fóliám a, 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 mit kerestetek ti Észak-Franciaországban? Nem nyilegyenesen legyenesen fölfele indultatok? Nem el? bizony, hát elvittük a, elvittük, a, Trabantot megmutatni ja, az, eiffel az ja, de csak ezért, hogy az Eiffel-tanyáról fel lehessen így fotózni, van, csak ez így, ennyi volt a így, az, így, az, így semmi más. Ez pontosan. Visszafelé fejlődök így a gyermekkoromat tekintve. Először nagyvassal nagy Volkswagen Transporterrel voltam ott, aztán voltam egy Ladanivával, aztán voltam egy suzuki aztán most már voltam Trabanta, és a végén szerintem el fogok jutni a pedálos Moszkvicsig, de igyekszem. Tehát ott tartottam, hogy lefóliáztuk a, egy ilyen a tetősátramat. Reggel én felektem át korábban a kávézó helységbe, magas bárpult, magas székek, stb. Eladó belül egy kliens ott kívül, és ketten együtt francia beszélgetnek. Megmutogattak egymást a képeket telefonon. Csak annyit veszek ki a beszélgetésből, hogy szerintem valami hidegháborús orosz gép. Hmm, azt mondja a hogy nem? Biztos, hogy nem az IT, mert emberek alszanak benne. Na, ezek voltunk mi. <laughs> és a kényelmet mennyire kell otthon hagyni ilyenkor? Én emlékszem, anno 89-ben családdal négyen mentünk le Jugó tengerpartra, és hát most visszagondolok, el sem tudom képzelni, hogy mi hogy fértünk be, de az nem rémlik, hogy kényelmetlen lett volna, sőt én arra emlékszem, hogy a tesómmal hátul teljesen el tudtunk feküdni, és úgy elfértünk a trabantban. Abszolút nem, abszolút nem kényelmes. Tehát, egy a kényelem az, az otthon maradt teljesen. Az, az, az teljes A hideg. Be, ott, otthon marad. E, hát arról majd a később be tudnék beszélni, amikor már elér. Itt akkor nincs hideg Itt még. Itt még nincs hideg ahhoz képest, ami az északi sarkörön túl van. Mert uhum. ott az északi sarkkörön túl azért már ott beficen a Trabanton kívülre mondjuk a mínusz 30, a Trabanton belülre meg a mínusz 25. Tehát itt már hiába fóliázol, meg, meg tükörfóliázol, hmm. meg a, a kempingautókból kölcsönvett, kölcsönvet, meg, meg, bevásárolt ilyen hőtükrös fóliákat, hiába fürdőszoba tapancsot fel az ablakokra, maga a karosszéri az az, ami nincs. Tehát, hogyha egy fém egy belső szigetelésre, egy hővédő réteggel, egy hőszigetelő réteggel el tudnád látni a Trabantot, akkor nyertél, de a Trabantról hol beszélünk fém karosszériáról, ami nincs rajta. Tehát, ha viszont neked helyre van szükséged, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy még a belső kárpitokat is kiépíted a Trabantból, mert helyre van szükséged. Tárolórekeszekre van szükséged, pótalkatrészeknek, szerszámoknak, ruházatodnak, váltóruházatodnak, derékaidnak, hálózsákodnak, hagyd a sor olyan végig. Ha várjál, hogyha ennyire tele van a Trabant, akkor te hogy férsz el, vagy ti hol, hol fértek el? Ennek mindig megvan egy bizonyos szisztémája. Az én szisztémám az az, hogy számomra a banános láda, mint megrögzött piacosként, az egy beszerezhető dolog. egy, egy banános ládának low budget kategóriában hihetetlen értéke és élménye van. Hogyha egy banános láda be van zárva, annak van két jó megfogható füle, megfelelően masszív, és egy tökéletes konyha van belülről benne. Ha fölemeled a tetejét, és 90 fokba elforgatod, akkor viszont remek jó asztalod van belőle hogyha azt a banános ládának a tetejét élére állítod, szélfogónak használod ahhoz, hogy kávéfőzőt bele tud állítani egy kempingfőzővel, már is megvan egy szélvédett helyre ahhoz, hogy esetleg egy teát, esetleg egy kávét, esetleg egy minimál meg tudja főzni. Tehát ez mind-mind ilyen megszokott szisztéma. Egy bezárt banános láda, nem fogod elhinni, hajszál pontosan, befér az első ülés elé a láptérbe. Kettő befér úgy, hogy egymásra szembeforgatva az anyós és a vezető és láptérbe és ebbe a két ládába viszont gyakorlatilag mindennek bele kell férni, ami a konyhát képviseli, ami a pótakat, részeket, a papírozás, meg bármi dolgot képvisel. Ha ettől megszabadultál az utastérből, akkor viszont hátra tudod dönteni a két első ülésedet. Ha kiszerelted a, a hátsőlés háttámláját, és azt még hátrébb teszed a tükörbe és a hátsó ajtó felé, akkor viszont van egy majdnem sík felületet. Ez a majdnem azért nagybetűs és nagyon záró zárójeles, de van egy majdnem síkfelületet, amit mondjuk, hogy hátizsákokkal ki lehet hézagolni, és már is, mint a heringek fej és láb szisztémával, tehát nevezzük nevén a dolgot, de a társadnak a lábszakát fogod érezni, mert az ő feje van a kormányon, tied van a hátsó üveg ablakánál, és így bizony el lehet, el lehet bivakolni benne. Mennyire így? Uh, hát heteket nem bírtunk ki, ezt hozzá kell tenni. Tehát ahol lehetett például nagyon sokat kell Stockholmban várni annak a geodéziai intézet előrejelzésére, hogy mikor van egyáltalán elektronvihar a légkörben. Mi ha nincs elektronvihar, nincs északi fény. Mm -hmm. Tehát ennek nem volt célszerű fönn ott magas éjszakon megvárni az ősz az elektronvihart, és utána a rá néhány napra következő északi fény jelenségét, hanem mi Stockholmban a lakóhajókon dekkoltunk, olcsó hasztalekben dekkoltunk, ifjúsági szállásokon, arapotelekben dekoltunk és közben persze kultúráltunk, elmentünk múzeumokat nézni, minimális szinten vállaltunk oda kindérdő magyaroknál munkát, mentünk önkénteskedni, tehát eltöltöttük jogosan és jól az időt, fölkészültünk arra az útra, hogyha bejön az előrejelzés, hogy volt mondjuk egy 4 és 5-ös erőség elektronvihal a légkörben, akkor nekünk toppanni kell, és föl Upszalán keresztül, Jokmokon keresztül, föl az északi sarkör fölé, Kiruna fölé terveztük az első nekiugrást, akkor bizony el kell, hogy érjük azt a vidéket, a már csontkemény hidegek vannak, és ott azért eltöltöttünk egy jó két és fél hetet. Két és fél hét, és ez végig a trabantba, úgyhogy mínusz 30 van kint. Eee, nem mondanék igazat, hogyha azt állítanám, hogy ezt végig azt, azt csináltuk. De közel. É, én inkább azt mondom, hogy ha kimondottan északi fényvadászatra mentünk, akkor mindenképpen kint kellett tölteni azt az időt, mert, mert, mert egész egyszerűen a városok fényszennyezése elviszi magát a fényjelenséget. Tehát 60-80 km el kell távolodnunk, mert olyan picike városok, mint mondjuk Narvik. Narvik már Norvégiában van, bőven majd irána és az északi sarkör fölött. De ennek ellenére a Lofoten szigetek élő világát tanulmányozni, meg az északi fényt fényképezni éjszakánként, ahhoz bizony nagyon el kellett távolodni a, a, területektől. Valahol egy interjúban azt mondtad, hogy 4000 kilométert mentetek, jégen. Igen. Hát azért ez nem egy hétköznapi teljesítmény. Azért nem hétköznapi teljesítmény, mert hogyha itthon van előttem egy 100 méteres eljegesedett jégszakasz, vagy egy autópálya eljegesedés, az már para. Tükörjégen csúszik, teszi magát ide-oda az autó, és majd, és majd ki tudom-e belőle hozni, meg ki tudom -e egyenesíteni ezt a kanyart, meg, meg, mi lesz ennek a vége, és az még csak 100 méter. A skandinávok Svédországban nem sóznak. Na és akkor hogy csinálhatod? Akkor, akkor, amikor uh, rám így valamire, ami csúszik, akkor úgy beparázol, persze. De amikor ez a folyamatos para van benned, már három-négy nap ott, ez olyan szinten eltompul, hogy igen vagyunk. És akkor csúszkálsz. És, és, és akkor mi van? Hát négy napja csúszkálunk, tehát hogy most most ez már nem megdöbbentő. Az, amikor persze a veled szembelévősában az autópályán látod a bebicskázott kamiont, ami még ezek után sem szokta meg a jeget. Az, 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 para. Akkor megint van egy ilyen egy kis adrenalin lökés, amikor mondjuk bele kell állni egy előzésbe. És a megszokott nyomvájúból át kell, hogy tedd a Trabantot egy belső nyomvájúba, ami természetesen Trabant szemszögéből nem méret, mert egy kamion, meg egy szem, normális személyautó sokkal a más nyomtával működik, mint egy Trabant. Tehát ki kell, hogy szakítsam egy, egy nyomtávból, egy bemélyedésből, egy jégbarázdából az autómat, át kell, hogy tegyem egy másikba, majd pedig utána befejeztem az előzőzést, vissza kell, hogy tegyem ugyan a másik autó elé. Na, hát ezek egy kicsit zűrösebb esetek voltak. Na és a Trabant az hogy bírta? Gondolom nem mínusz 30 fokra lett kitalálva. A technikai problémákat mindig ott is adott helyzetbe kell orvosolni. Tehát leginkább a technikai problémák nem úgy kezdődnek, hogy neki ugrasz és nagy húzóval szétbontasz mindent, mert lehet, hogy nem lesz jó vége. Főleg úgy nem, hogy van mínusz 21 néhány fok odakint, és valahol megálltál az autópálya, mert bizony volt, amikor a Trabant fogta magát, és megállt, mint szög a falban. És olyankor bontani kellett, meg idegeskedni, meg, meg hőzöngeni, meg, meg ajtót csapkodni, meg utána leülni valahol mi meleg helyre, meg inni és elkezdeni gondolkodni. Hogyha valaminek valami elromlott, valami eltölt, valaminek, valami mindig valaminek a következménye nem tudom, a hallgatóságod milyen jelleggel bír technikai dolgokkal. Hát, őszintén szólva nem tudom, de szerintem nem is ez a lényeg. Itt Zsolttal belementünk elég komoly technikai részletekbe, hogy mitől adhatta meg magát a Trabant mínusz 30 fokban, és hogy utána mi volt a megoldás, de úgy gondoltam, hogy ez már túlmutat a podcast tematikáján, így engedelmetekkel ezt a részt én kivágtam. Ha valakit mégis érdekelne, írjon rám, én ígérem, hogy átküldöm neki. Úgyhogy mi menjünk is tovább. Ez az a probléma, soha nem probléma. És hogyha ha, ha neked ez így az autópályán ugye első körben előfordul, akkor te is hihetetlen eldugult, megállt, stb. Nincs szikra, nincs gyújtás, vagy nincs valami más, vagy, vagy elmozdult a vezérlés, és kezded el bontani a fölülről lefelé az egész blokkot, az egész motort, mindent ész nélkül és vég nélkül még rájössz, hogy itt, itt, minden tökéletes. Megfelelő helyen van a vezérműszíjad. Van szikrát, mert hogy ráz mondjuk a kábel, és látod, hogy van, van benne üzemanyag, mert látod a szűrőben az üzemanyagot, látod a kalburátorban az üzemanyagot, és rá kell jönnöd, hogy mi az a probléma, amit orvosnod kell, hogy el tudj elindulni. Ehhez viszont azt kellett, hogy, hogy, akkor leüljünk és elgondolkozzunk, hogy, hogy mi lehetett az a mechanizmus, vagy az a fiziológiai tény, amelyik megállította az autónkat. És ennek a túrának mi volt a missziója? Volt, volt valami célja? Kodatilag az volt az elsődleges cél ennek a túrának, hogy egy próbatúrát csináljunk, hogy tudjuk egy teljesíteni majd a Budapest Bamako-t a rákövetkezendő évben. De várjál, de a Budapest Bamako az Afrikában megy, ahol homok van, és hát Legjobb tudomásom szerint még nem voltam arra fönt, de ott nem igen van homok fönt éjszakon, hanem inkább hideg. Tehát hogy így pont nem azokat az a körülményeket lőttétek be, ami mondjuk a Bamakon lesz. Ne, nem ez volt az egyetlen hibánk ebben, ezzel, ezzel, ezzel a próbóttal ja, ja, kapcsolatosan, aha. hanem mikor két és fél hónap múlva hazatértünk, akkor úgy elcsurálkoztunk azon, hogy lehetséges, hogy a próbót kicsit keményebbre sikerült, mint maga a Budapest Na igen. igen. Tehát ezek után a 2015-ös Budapest akkor tereljük a szót Afrikára és Afrika sivatagi homokjára, ez lényegesen egyszerűbb volt. Tehát az, hogy most 3500 kilométert végig kellett veretni az európai útszakasz, hogy elérd egyáltalán a Gibraltári félszigetet, és áthajózhass, átkompolhass Afrikába, ez pusztán csak a monotonitás az, amit le kell, hogy küzdj. Meg ugyebár a Trabantnak a nem 130-as végsebessége, hanem az a 80 max. 90, de megpakolva inkább csak a 75. És azzal mi bizony elmentünk egészen tarifáig, mert ott a legkisebb a szoros, és mi úgy voltunk vele, ha már egyszer túrán veszünk részt, akkor már ne kompoljunk. Mehetünk volna kompa a Genovából is, mint ahogy most éppen Bendegúz volt úton, de mi úgy voltunk vele, hogy ha már bizony túrán veszünk részt, akkor autózzunk minél többet és a legrövidebb út az Tarifa Tanzsai között van, 50 perces gyorshajóval. A a kis autónkat minden további nélkül fölveszi a gyorshajó. 50 perc múlva kitárult előttünk a világ, meg az afrikai káosz. Fantasztikus. Amikor az a rámpa lecsapódik a kikötőben, és látod az afrikai káoszt és a megérkezést, az több, mint fantasztikus. Az egy olyan szintű kaotikus dolog, hogy, hogy a, ha a zsebeden cipzár van, és ott benne van a pénztárc, akkor rögtön a cipzárt, Magasabb, magasabbra húzod a vásziát a hátizságodnak, és mint az ejtőanyag, csak megpróbálsz kiugrani abból a hajóból, pedig nincs magasam. Az, hogy egy, egy, egy afrikai forgatagba úgy érkezni meg, hogy előtte még nem jártál Afrikába, és rögtön konkrétan trabantalak az ebben részt venni és becsatlakozni, ahhoz ahhoz kell egy kis kurázsi, úgymond. Tehát a kurázsi az több mint bátorság. Jobban szeretem ezt a félig franciás szót használni, mert hogy abba kell egy kell egy kis kurázsi. Uh -huh. Tehát akkor, amikor imádkoznak az útszélen, meg azt mondjuk a fejükön, különféle súlyokat, lavórokat, meg mindenféle dolgot egyensúlyozva próbálnak elmenni az egyébként csacsit hajtogató emberek között, miközben a mindenféle lábas, szalvas szarvas, marha még közbe, és minden mellett ott van a digitális technika és a legfullosabb legújabb autók, a, nem BMW-kről, hanem inkább Mercedes-ekről beszélek, ott van a gépesített hadosztály a második világháborúnak, tehát az abszolút kaotikus, tehát nem tudhatod, hogy hogy most éppen jobbról fognak előzni heten motorosok, akik mondjuk még Európából jöttek, de vele szemben megpróbálnak megszabadulni attól a szamaras kordétól, aki meg megpróbál megelőzni kilenc darab, darab olyan emberkét, akik közben kántálnak valami muszliméneket és természetesen mondjuk ebben az afrikai esti naplementében csak is hogy te vagy kivilágítva. És az összes többi az mindenki sötétben van. Kitüntetek a trabant ott is? Vagy ebből a káoszból annyira már nem? Ebből a káoszból már nem lehet kitűnni. Ebből a káoszból főleg, hogyha 400 autó érkezik Afrikába adott napon, akkor ez a 399 már nem tűnik föl. Mindegyik matricás, mindegyik külföldi, mindegyik hmm. fehér ember, mindegyik verseny azért, mindegyik gyorsan akar innen menni, mindenki gyorsan akar mindent intézni, már pedig ez a mentalitás Afrikában ez nem működik. Ez a minden gyorsan, én fizetek, megkapom, stb., elszaladok, és vége van. Hát az, az aztán az ott nem megy. A helyiek hogy viszonyulnak a bamakósokhoz? Szeretik őket? Nem szeretik? Pénzt látnak bennük lehetőségeket, munkát? Idegesíti őket? Hát az megint országonként változik. Amikor mi beesünk Marokkóba, amelyik a legcivilizáltabb, legkulturáltabb, leginkább Európához közel álló mentalitás, gondolkodás, mód, ország szerkezet jó, ott még királyság van, de ezen kívül a franciák által ott hagyott vasúttól, iskoláztatási rendszeren keresztül a bürokrácián, a hivatal szervezeten keresztül minden igazándéból, mint második nyelven is franciául működik, nem tapasztalsz olyan, olyan különbséget. Ott is emberek laknak. Én mindig azt szoktam kérdezni, hogy milyen problémáim voltak Afrikában. Figyelj, hogyha egy vidéki kisvárosba elmegyek, vagy egy vidéki faluba elmegyek, lehetek én bármennyire idegen, ott is emberek laknak, szót lehet velük érteni, még akkor is, hogyha más nyelvet beszélnek. Persze nem pökhendjén kell odállni, nem fehér ember módjára, én vagyok itt a hódító, én vagyok itt a kultúra, én vagyok a civilizáció, én adtam nektek az iskolákat, én adtam vasitokat, ez rossz hozzáállás. Ha emberként állsz hozzájuk, hogy te, vaze, nekem szükségem lenne erre arra, mert éppen ez vagy az elromlott. Éhes vagyok, szomjas vagyok, ki kellene szolgálni, aludnom kellene valahol, hidd el, hogy segítőleg fognak hozzád állni. Ha bemegy egy nagyvárosba, vered magad a pénzeddel, vered magad a politikai hatalmaddal, vered magad bármivel, nightclubozol, drogozol, bármilyen bűnös dolgokba belemerülsz, akkor ne jót. Persze, akkor problémáid lesznek. De ennek a mérlegnek a másik serpenyője az, hogy kisváros, falu és emberek laknak. Emberek laknak mindenhol. Ha tovább megyek, lemegyek mondjuk a Nyugat-Szaharába, ott sokkal kevesebben laknak, sokkal kisebbek a városok, sokkal közelebb kerülhetsz ezekhez az emberekhez, és ott sincs velük problémád. Aztán már itt már kezdődik ez, mint ha ne Afrikát vegyem példának, hanem, hanem a Himaláját. Tehát ott is a serpák gyermekei, amikor az első svájci csokoládét megkapták, akkor még lehet, hogy elbújtak a svájci turist elől, és majd csak később vették fel azt a csokoládét. Most viszont már úgy vannak vele, hogy kitépik a svájci turista a kezéből a csokoládét, és kérdőre vonják, hogy miért nem hoztál te svájci csokoládét, mikor mindenki hoz nekünk svájci csokoládét. Na ez érződik most Afrikán is. Tehát a főútvonalak mellett lévő népek már követelik hogy adjál nekünk valamit. Csak azért, mert fehér ember vagy, külföldi vagy, utazó vagy? Pontosan. Ez a három vonatkozás. Azért kérdezem tőle, hogy miért adjak én neked, vagy mit tettél te azért, hogy én adjak neked valamit. A hat éves kisgyerektől megkezdem, hogy mi a neve. Azt még nem tudja megmondani, de a pötikádót azt viszont már követeli. Micsoda az a pötikádó? A kis ajándék. Tehát nem azt mondja, hogy bonjour, monsieur, hogy köszönök neked, és bemutatkozok, vagy bármi, hanem fehér ember, adjál nekem valamit. És miért adjak neked bármit? Azért, mert te fehér ember vagy, és adjál nekem valamit. Ezért van az, hogy a Budapest a humanitárius vonatkozásában is próbáljuk azt belecsempészni, hogy nem ott azoknak, akik kérnek és követelnek, azoknak adjuk ki az, az adományokat, mert ők kapnak másoktól is, meg kikövetelik másoktól is, hanem elmegyünk eldugott falukba, elzárt településekre, ott, ahol valóban megköszönik, értékelik és felhasználják azt, amit mi odaviszünk leginkább tudást, leginkább, leginkább iskolakezdési csomagokat. A Trabant nem egy brutál méretű teherautó, tehát nem fogok tudni napelemrendszereket telepíteni Afrikában, nem fogom tudni megváltani ott a világot. Ott a fiatalokra, a gyerekekre lehet hatni azzal, hogy ha már kiette azt a chipset akkor ne itt dobd el az utcán. Mert az afrikáknak ugyanez a mentalitása, mint hogyha a gyerekcipőben Európát látnád. Tehát ott, ami kifogy, elromlik, eltörik, az ott esik ki. Az ott élő ember kezéből. Uh -huh. És hiszed vagy sem, de például az afrikai ott élő emberek, a vidéken élő emberek a sivatagporában már nem járnak mezítlap, le, mert lakott területen nem tehetik meg. Addig él a szemét? Nem tudnak mit kezdeni a multik által oda jött Egy lakott terület széle már kilométerekkel korábban odalátszik. Konzervdoboz, pillepalack, mosóporos doboz, amit el tudsz képzelni. És miután még elhagytak a települést, még kilométereken keresztül viszi a szél utánuk a szemetet. Uh -huh. szörnyű. Ha jól emlékszem, az afrikai országok közül Mauritánia érintett meg ilyen szempontból téged a leginkább. Hogy ott mit láttál? A homokon, meg némi vason kívül, a óceánpartján partján kívül ott nincs az égvilágon semmi. Homok, homok, homok hátán. Ott olyan az embereknek az állása is. Tehát, hogyha nincs semmi, ott a nihil van, ott a nihil az, ami uralkodik. Az emberek testpetten a homokban, vagy a sátraik alatt, elképesztő elhanyagoltság, nem szeretem ezt az iszonyú szót használni, ami manapság olyan divatba jött, hanem, hanem az a nagyon-nagyon elképesztő lepusztultság, igénytelenség, piszok, mocsok, higiéniátlanság, és a nagyvárosokban pedig az a, az a, az a, melkos döngető nyomor. Tehát Noaksot, gyakorlatilag Nuki Csuki, ahogy én hívom a fővárosát, az egy elképesztő pöcegödör. Vannak szép részei, vannak nagyon szép tengerpartjai, de azt nem a helyiek kezelik, hanem a külföldiek. Meg az gondolom el is van vágva ettől a világtól, az kis édenkert ott a nyomor közepén. Igen. Tehát a, a, kontraszt az nagyon-nagyon nagy. mondom azt például, például, hogy az idén három hónapot töltöttem itt a nyugati kontingesbe az, az afrikai részen, vagy az észak-nyugati részébe Afrikának, és Noaksodban is megtaláltam azt a kerítés heggesztő emberkét, aki nekem tudta a nyomoromat javítani, hogy ugye eltört egy Koplunk kiemelő villám a Trabantban, és hát nem szakszervízt kerestünk hozzá, hanem lebontottam az, az autónak az elejét. Összeesperkedtem egy még ott is migránsnak tekinthető szenegálival, aki Mauritániában dolgozott a Annak az teremtésnek nem volt az égített a világon semmi, csak a négy fal, ami az ő műhelyét képviselte. Volt egy szőnyege, egy lábmosója, egy ilyen műanyag teáskannája, volt egy flexe és egy hegesztője és minden munkát, amit vittek hozzá nyersanyagot, azt, hogy odavitték, összehegeztették, elvitték. Tehát gyakorlatilag a munkaeszközeink kívül neki semmiféle anyagbázis, semmiféle komfortja abszolút nem volt. Mondta, hogy ledolgozza azt az évi 9-10 hónapját, a maradék kettőt pedig a családjával tölti Szenegálba, miután összekuporgatta azokat a fél éreket ebből a bérmunkából, amiből ő tudja a négy üres falat bérelni, és van hozzá egy bezárható, területe, ahol hagyja a hegesztőt és a, a, flexet. Közösen megcsináltuk a Trabantot, a Sziasztát meg úgy töltöttük, hogy ő hevert a fal egyik árnyékos részén, ő vigyázott a hegesztőre, én hevertem a fal másik részén, és én vigyáztam a flexre. Erről fényképen van, tehát mosolyoghatsz, de, de valóban, tehát még ilyen emberekkel is meg, meg lehet magadat értetni. De nem kerestem a puccos Bosch szervizt, mert nem volt rá igényem. Más lett volna az árkategória. Ez a fickó dolgozott nekem 6-8 órán keresztül, annyit, amennyit egy nyugat-európai körülbelül megizik egy kávét. És nem én határoztam meg az árat, hanem én mondtam, hogy ennyi elég. Egyrészt azért, mert segítettem is neki, egy másrészt azért, mert előkészítettem, harmadrészt részt mert, mert úgy érzte, hogy, hogy ha, ha, csak azért, mert én fehér ember vagyok, nem akar engem lehúzni. És az mennyire jellemző, hogy csak azért lehúznak, mert hogy fehér ember vagy? Erről inkább Bendegúsz tudnád jobban vallatni. Ő vehemensebb erre a témára, Igen, hogy, tőle. hogy emberi jogok. Igen, ő mondta, hogy képes egy dollárért is napokig veszekedni, és addig nem megy sehova. Hidd de, de el is hiszem róla. Nemrégiben mondom, együtt autókáztunk ki egészen Genoveig, és ő, 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 ő emberi méltóságanálónak tartja, hogy ha őt megpróbálják lehúzni, vagy vagy háttérbe szorítani, akkor, akkor ő azért ne harcoljon. Az, az a találkozás, az tényleg véletlen volt? a bendegúzza a semmi közepén? Mint arról az esetről beszélsz, amikor az idén én mentem Mali irányába, ő pedig jött a nyugat déli a déli videó részéről. is készült. Igen. Nem mondjátok, nem mondjátok, hogy pont valakivel összefutok itt Magyarországon a senki földjén. Közben ordítok a kamerába, mint az állat, hogy nem mondjátok. Most, ha ezt meg, meg kéne rendezni, pár hónap távlatából, hogy itt találkozunk a segítföldjek közepén, a közepén, lehetetlen lenne. Bemutatom nektek nagy bendegúz Lorándot kedves és világutazónkat. Jó, meg pedig Vadász Zsolt vagyok egy Igen, rabando, az, az kon, konkrétan, az tudtam, hogy bendegúz ott van, mert benne van az autós világutazóklubjában, és gyönyörű fotókat kreált már az oda, odafelé vezető úton is. Ő azt hiszem most 5 hónapot töltött ki. Én akkoriban a másfél-két hónapomnál jártam, amikor mentem lefelé, egy humanitárius szállítmányt kísértem ebbe a makóba, és valóban az volt, hogy mi nem kommunikáltunk össze láttam, hogy jön egy kék Suzuki, és még akkor se esett le. Még akkor se esett is, igazából, hogy az bendegoz, amikor láttam, hogy eznek magyar a rendszáma. az én csili agyon tetovált, agyon matricázott automat, ő már messziről látta, és neki már hamarabb leesett, de én konkrétan így rendesen felsikítottam a beltéri kamerámba, hogy, hogy azt nem hiszem el, hát ilyen <laughs> nincs a világos. mali hát Maliba történt, vagy ma nem, határ? nem, ez a senki földjén történt, a Mauritán nyugat határon, vagy határövezetben. Amit tulajdonképpen azért senki feladja, ez egy biztonsági zóna, amire az ENSZ felügyel. Uh -huh. Amikor kilépsz Marokkóból, kinyílik előtted egy sorompó, elrendezte minden papírmunkádat, kiléptették az autórat, minden rendben van a vámon, és előtted áll egy jó néhány kilométeres olyan szakasz, ahol nincs út, nincs törvény, nincs semmi, emberek vannak és autóroncsok, amik vagy felrobbantak az elmúlt háború során, vagy pedig a mauritán vám szabályoknak megfelelően nem léphetnek be Mauritániába. Ezért ott a két hatá között, mint a dinoszauruszokat meredeznek, mert nem engedik be őket oda, és nem engedik már vissza őket amoda. Tehát a csáncsolók mit csinálnak? Az ilyen simlisek, gengszterek kiállnak oda bontani, és akkor alkatrészeként becsempészni azokat a dolgokat, azokat az értékeket, amik még ott Mauritániában pénzét tehetők. Uh -huh. Na most, ha te egy ilyen szakaszon megfenek lesz, elásod magad, akkor két dolog történhet. Vagy kiásnak, vagy elásnak. Ugye vannak ilyen megfigyelő tornyok, meg Látunk ensz zászlót kilométerekkel távolabb. Kurta furcsa különben az a határövezet mert úgy a Nohat hibiú félszigetbe is belenyúlik és elnyúlik egészen hosszan az északi Mauritán határis vasútvonal környékére. Tehát ez olyan, olyan, mint egy zóna, ami se nem marokkói, se nem mauritániáé, hanem próbálnak ott mindenféle, általában spanyolul beszélő emberekkel valamiféle biztonsági zónát létrehozni. De hogy így, mivel nincsen konkrét út, akkor ez egy kisebb csoda, hogy ti ott tényleg szembe mentetek egymással, nem? És találkoztatok, mert lehetett volna, hogy te most éppen 50 méterre arrébb, meg hát Bendegúz, meg 100 méterrel a másik irányba megy arra, éb, és soha nem találkoztak. Ez így igaz. Ez így igaz. Tehát ott egyetlen egy kritériuma van a Budapest Bank is, hogy balra tarts. Tehát nincs megadva az, hogy, hogy konkrétan ezt az utat kövesd, mert ez biztosan működni fog, hanem az, hogy próbálj meg balra tartani, mert jobbra olyan és homokos terület van, ahol ha elásod magad, akkor ki tudja, milyen sorsra juthatsz. Tehát itt a piszteken, amit ugye bár nem tudom hogy vele a, a az, a dűlő út, vagy szilárd nélküli kiárt út, ami tulajdonképpen egy nyomnak felel meg, itt milliónyi ilyen piszt van. Tehát hogyha én nem az ezt a pisztet, hanem két pisztel odébbet választottam volna, akkor piszegés nélkül elmentünk volna a egymás mellett, anélkül, hogy mi tudunk is egymásról. Mesélsz egy kicsit a Bamako ról, hogy miről is szól ez? Nagyságrendekkel olcsóbb, mint a Dakar -ralli. Mm, ágyúgó jól futamnak is szokták hívni. A futamnak az agytrösztje, a, agy az az Villám Géza néven elhíresült rádióriporterünk volt hajdanában. Budapestről indulnak, általában Bamako a, a névadó városa befutó, de futottunk már be Banzsulba is. Kettő, illetve három kategóriája van. A versenykategória az legjobban az imént általad említett Párizs-Dakarra. Az egy versenykategória, megfelelő kondíciókkal ellátva, itinerrel, versenykiírással, teljesítendő feladatokkal, limitidőkkel, leadott versenylapokkal, mindennel. Az egy tereprali díjazással és megfelelő ö, nevezési díjak megfizetésével. Ennél van egy olcsóbb kategória, amit azt mondják, hogy túra kategória, amiben nem vagy kiértékelve, hanem te magánzóként, de nem versenyzőként részt akarsz venni egy terepjáróba, és jössz, és fizetsz, és matricázol, és gyakorlatilag versenybe veszel részt, csak Nincs meghatározva számodra az, hogy hogy milyen útvonalon, milyen kötöttség mellett teljesíted ezt a 8000 km távot. Uhum. Éled az Afrika-Félinget, éled a, éled a rallyt is, hiszen természetesen napi etapok vannak, és az a 7-800 km azért emberpróbáló verseny ö, teljesítmény, így is, úgy is. És van a harmadik kategória, ami mi vagyunk, tehát ami úgy szól körülbelül, hogy ha, ha vagy olyan hülye, hogy nekivágsz ennek a 8000 km-nek, egy kétkerék meghajtású 25 esztendőnél idősebb kelet-európai járművel, akkor nem kell, hogy nevezési díjat fizesse. Ez a spirit kategória, ezt képviseli a Trabant mm. a többek között. És mik, milyen autók indulnak még ebbe a kategóriába? a Velorex-től kezdve, a Ruburon keresztül sok-sok mindennel találkoztam már. Peugeot 205, Renault 4, Renault Lát, 5. Pol, polszki fiát, kis így van, polski így is. Van, így van, Szlovén szóval barátaim happolták el előlem 2018-ban a low budget kategória külön díját, és meg is érdemelt. Ezt meg bevallom szív szerint, mert ők, amit összenyomoroghattak a kis polszkiban, az azért talam adtam, képes képest luxushajó. Most már csak minden páros esztendőben rendezik a Budapestben a Maku elnevezésű Ralit, minden páros esztendőben a Mexikói is. Ezt igazándiból én nem vágom, mert nem élem azt a kontinest. Lehet, hogy majd te, mint nagy Dél-Amerika szakértő, vagy Közép-Amerika szakértő, fogsz majd ezt egyszer nevezni. De akkor együtt menjünk, mert nekem vajmi kevés fogalmam van az autókhoz. De ez így egyébként tetszik, hogy akkor te hozod az autókhoz a hozzáértést. Ez, ehhez így mit szólnál? Valószínűleg az autókhoz való hozzáértés, mert hát. Trabantot nem fogok áthajóztatni, azért, azért, hogy több millió forintot kifizethessünk egy konténerezésért, és utána még esetleg vissza is akarjuk hozni a Trabantot. Hát mondjuk úgy, hogy ennek a témának legyen ez a végszava, hogy legyen úgy. Egyes, akkor legyen úgy. Hát Zsolt, még elmondott, hogy hol lehet titeket megtalálni? Van vlogunk, Trabant Expedíciónak van még az, hogy primitív, mert én általam szer szerkesztett, de videócsatornája. Van egy hollapom, ami szintú Trabant-expedíció, illetve geonauta.hu oldalra mutat. Nagyon-nagyon sok jó tanácssal utazóknak, kezdőknek, első áldozóknak, ahogy én hívom őket. De mindezzel kapcsolatban írtam már egy könyvet, és ebben benne vannak ezek a kalandok leírva, és ennek a második kiadása van, pont a napokban, illetve ezen a napon úgy, hogy fizikálisan megjelent a könyvem második kiadása, felbővítve egy utazási jó tanácsokkal, autóépítési jó tanácsokkal, úgyhogy ezt akar ajánlom a te szíves figyelmetbe is, hogy mint autót nem építő laikusként ne kérdezzél másoktól olyan kérdéseket, amik, amik egyébként egyszerűek. Tehát megpróbáltam úgy megfogalmazni az alapvető dolgokat, hogy valóban hány zoknőt, hány alsó milyen nadrágot, milyen felső részt, milyen pulcsit vigyél, vegyél magaddal, hogyan viselkedjél olyan helyeken, amiket nem ismersz, hogyan viselkedjél a muszlim világban, hogyan építsél le autót, hogyan beszél, hogyan kommunikálj a CB Rádion? hogyan határoznak meg a saját helyzetedet például. Tehát akkor gyakorlati példák. Igen. Zsolt, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál és elmesélted ezeket az élményeket. Linkeket szokás szerint megtaláljátok a show Neked köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Ennyi volt hát már az utazási podcast. Ha tetszett, kövessetek Instagramon vagy Facebookon. Ez utóbbival kapcsolatban van szerencsém az utazóbázis, mint partner bemutatnom. Az utazóbázis sokaknak már ismerős lehet, hiszen két igen népszerű Facebook csoportja is van. Ezek a most már 43 ezer taggal büszkélkedő Utazás Európában, és a majdnem 50 ezer fős Utazás a Nagyvilágban Európán túl csoportok. A linkeket, mint mindig, megtaláljátok a s ⁇ Nekem nem maradt más hátra, mint elbúcsúznom tőletek. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Mikor elindulok abban ideget, a az összes szomszédna, meg a jos, raban pozzálni vezet, gyorsabban száll.